Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a videóban a Donald Trump elleni merényletről fogok néhány hírt megosztani, illetve elmondom, hogy mi is az, ami szerintem történt, illetve történik a világban, milyen hatása lesz ennek, vagy lehet a közeljövőre, jövőre nézve. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok, Infobubble, illetve Yahoo útja néven, TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Azt hiszem, hogy nem árulok el nagy titkot akkor, amikor azt mondom, hogy én szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez az egész egyáltalán valóságos, amit láttunk, illetve majd mindjárt meg fogunk nézni a videókon, a felvételeken. Feltételezem, mindenki ismeri a mondást, hogy perception is reality, vagyis az érzékelés az valóság. Frappánsan összefoglalja mai világunkat. A legtöbb ember számára az, amit látnak a tévében, hogyha megpróbáljuk a lehető legszó szerintibb jelentését vizsgálni ennek a gondolatnak, akkor a legtöbb ember számára az a valóság, amit látnak a tévében. Ez az érzékelés valóság, abszolút megnyilvánulási formája. Amit érzékelnek a tévében, azt gondolják, vagy a hírekben általánosságában véve, az számukra a valóság. Nyilván többet jelent az, hogy perception is reality, vagy az érzékelés valóság ennél, és hogyha elvonatkoztatjuk, akkor úgy is gondolhatunk erre a kifejezésre, hogy ahogyan az ember érzékeli a valóságot maga körül, számára az a valóság. Azonban az egyáltalán nem biztos, hogy az én általam érzékelt valóság megegyezik azzal, amilyen az önmagában véve. Kéz a kézben jár ezzel a kognitív diszonancia, amiről már beszéltünk korábban, és most nem is akarok szót ejteni, csak gondoltam, megemlítem, mert a kettő nagyon jól kiegészíti egymást. Az érzékelés tehát valóság a többség számára. Nem is gondolkoznak el azon, hogy esetleg másképp vannak a dolgok, mint ahogyan azt ők látják a hírekben. Az emberek nagy része, én úgy hiszem, hogy nem feltételezi azt, hogy hazudnak nekünk azok, akik uralják és irányítják a világot. Mindenek előtt hagy olvassak fel egy részletet a Bibliából, mert azt hiszem, hogy nagyszerűen be fogja mutatni azt, hogy milyen erőkkel is állunk szemben, és miért olyan nehéz hozzáférni az igazsághoz a világban. Felolvastam már ezt rengetegszer, de most itt a tökéletes helye annak, hogy ismét meghallgassuk Lukács 4-es fejezetet, amelyből az 5-ös vers így szól. Majd felvivén őt az ördög egy nagy, magas helyre megmutatta neki a föld minden országait egy szempillantásban. És mondta neki az ördög, neked adom mindezt a hatalmat és ezeknek dicsőségét, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tied lesz. Feltételezi valaki, hogy ez egyetlen egyszer hangzott el ez a mondat a történelemben? Ez a mondat nem egyszer hangzott el, rengetegszer elhangzott már, és nagyon sokan voltak olyanok, akik igennel válaszoltak, akik beleegyeztek ebbe. Ezért mondják azt, hogy eladta a lelkét az ördögnek. Nem lehet senki ezen a világon uralkodó, olyan, akire felnéznek az emberek, egy legenda, egy ikon, anélkül, hogy ne adja el a lelkét az ördögnek, hisz ő az, aki a világot irányítja, és itt az történik, amit ő akar. Természetes, hogy az atya az, aki mozgatja a szálakat végső soron, azonban az uralom egy jelentős része az ellenség kezében van. Miért? Egyszerű. Azért, hogy eldőljön, hogy kinek mi van a szívében. A kísértés az, ami kihozza az emberből a valódi énjét, mikor szembe találjuk magunkat a vágyainkkal, az elképzeléseinkkel, a terveinkkel és a lehetőséggel, hogy ezek megvalósuljanak. Hogy legyünk mi azok, akik szeretnénk lenni. És az ellenség képes megadni ezt az embernek. A kérdés csak az, hogy mi ennek az ára, és ezt nem teszik föl maguknak elegen szerintem. Olyan nincs, hogy a titkos szolgálat nem nézi át a tetőket, elképzelhetetlen. Az olyan lenne, mintha egy futballmérkőzés a bíró nem visz labdát, azt nincs mivel játszani. Ez a feladatuk, ez egy alapvető feladatuk. Ez az egész egy színjáték, és ez az esemény nagyszerűen alátámasztja azt, amit mondok. Az lehetetlen, hogy a titkos szolgálat nem nézi át,
ezeket a területeket, hogy csak egyszerűen valaki egy távcsöves puskával eljut oda, hogy ez ma, 2024-ben, amikor ilyen technológiáink vannak, eljut oda, hogy rálőjön az amerikai elnökre 100 méterről. Mikor nem lehet bejutni egy foci meccsre anélkül, hogy ne szkenneljék az embernek most már a szemét. És a titkosszolgálat elfelejtette valamilyen úton módon átnézni ezeket a területeket. De utána érdekes módon azonnal lelőtték, úgyhogy most már ki se lehet hallgatni, mint ahogy általában szokott lenni. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!